Mindannyiunknak jár egy újabb esély a boldogságra. Az Elizabeth menedék örökbefogadható védencei is várják a szerető gazdi érkezését az életükbe, aki meleg otthonnal és sok törődéssel ajándékozza meg őket. Sorozatunkban újabb három kis védenccel ismerkedhetnek meg nézőink. Kezdjük is Jacksonnal. Tohony megyéből érkezett, és hát egy párnak kutyája volt, de szétmentek, ezért Jacksonra már nem volt szükség. Sajnos nevelni elfelejtették ebben az időben, most lesz egy éves ősszel körbelül. Ő ugye egy valószínűsítően husky vagy malamut keverék, nagyon nagy energiákkal rendelkezik, úgyhogy mindenképp sportos családba, sok sétával, sok mozgással tudom őt elképzelni, már ivartalan, úgyhogy akármikor örökbefogadható. A többi kutyával a viszonya nem annyira felhőtlen még, de annak tudom ezt be, hogy nem szocializálták szegényt, és nem találkozott soha életében más kutyákkal. Mi itt most próbáljuk azért őt szocializálni. A kutyaiskolában már egész szépen elműködik. Kinti benti tartásra gondolom. Szerintem ő el van kint, azért jó nagy bundája lesz, most látszik, hogy vedlik, úgyhogy biztos, hogy lesz jó kis téli bundája, meg hát azért ezek a szánhúzó kutyák hozzá vannak szokva a legnagyobb hidegekhez is. Ő Nintai egyébként, az japánul a neve, azt jelenti magyarul, hogy türelem. Úgyhogy mert neki azért kell hozzá türelem. Igen. És ő sincs még egy éves, és hát őt is teljesen elfelejtették nevelni. Olyan családnál volt, hogy mondta az állatvédőknek, hogy ha tudjék el innen, mert nekünk nincs rá szükségünk. Hát igen, meg kellett volna nevelni, az az igazság. Kisgyerek mellé semmiképp nem adnám, mert valamiért morog a gyerekekre, lehet, hogy bántották a gyerekek is azért. De szerintem ő is ilyen tipikus ölbe kutya lesz, hogyha kicsit majd megnyugszik, meg rájön, hogy neki van egy családja, akkor úgy jó kutya lesz. Tényleg nagyon sok türelem kell hozzá, mert azért ilyen kis hebrencs, meg nagyon aktív kiskutya létére, de kiskutyákkal teljesen jól kijön, úgyhogy akár második kutyaként is el lehet vinni egy idősebb kutya mellé, mert szerintem az jobb. Akkor legalább tanul az idősebb kutyától dolgokat. Úgyhogy már ivartalanítva van, ő is gyakorlatilag bármikor tud költözni, és hát inkább ilyen lakás vagy ölebb kutyának jó, és idősebbeknek gondolnám én, vagy nagyobb gyerekkel, családnak. A gyepmester találta ezt helyen egy táskában kidobva. Úgyhogy úgy került oda, nagyon nem kerestük az eredeti gazdáját, de hát ugye, ha lett volna csípje, akkor még lehet, hogy valaki ellopta, vagy bármi ilyesmi, de nem volt semmi, se volt el se csíp, úgyhogy azt most már pótoltuk neki. Majd divartalanítás után lesz örökbefogadható. Ugye az elején nagyon ricsajos volt, de most már kicsit lenyugodott, meg rájött, hogy itt nem fogja senki bántani, úgyhogy úgyhogy teljesen jól kezelhető. Nincs még egy éves, 8-9 hónapos körül van. Barátságos, szerintem gyerekekkel is jó lenne a viszonya, akár idősebbekhez is, kertesházba, lakásba bejárással, vagy lakásba is alkalmas, ideális lehet. A többi kutyussal jó a viszonya, kijön, ilyen kisebb testűekkel, szerintem akár a nagyobbakkal is össze lehet őt szoktatni. A menhelyre érkező kutyák a törődés mellett rengeteg foglalkozást igényelnek. A telephelyen dolgozó állatvédők sokszor hónapokig szocializálják az állatokat, hogy örökbefogadhatóak legyenek.
Itt a legtöbb kutya, aki bekerül, az ugye rossz körülmények közül jön. Van olyan, amikor meghal a gazdája, az a legrosszabb, amikor az idős kutyus kerül be, és szegény nem érti, hogy az addigi megszokott környezetéből hogy kerül ide. Ez egy sajnálatos véletlen, itt nincs mit tenni. Gyakorlatilag igyekszünk ezeket a kutyákat is gazdihoz adni, meg úgymond jobbá tenni itt a körülményeket. Sok kutya kerül be úgy, hogy nagyon fél, nem lehet megsimogatni. Ez egy hosszú folyamat, amíg ő feloldódik. Rengeteg türelem kell egyik-másik kutyához. Van, aki agresszívebb, ő hozzá is ugye ilyen mindennapos feladat, hogy ne zökkenjen ki abból, hogy most már mondjuk elérjük azt a szintet, hogy be lehessen menni hozzá, és ne harapjon meg. Igyekszünk olyan átmeneti otthont biztosítani a kutyáknak, hogy utána be tudjanak újra illeszkedni egy családba. Szóval a kutyákat rehabilitálni kell sokszor, akinek a lelke, úgymond a lelke törik meg, azt is, de akinek meg fizikailag mondjuk bántották, azt is, hogy elhiggye, hogy azért nem minden ember olyan, amilyen volt eddig. Úgyhogy elég sokrétű ez a feladat, tehát azon kívül a napi teendőkön kívül, ami ugye mindig van, hogy etetés, itatás, takarítás, azon kívül még ezzel is telik az állatvédőnek az élete, meg azzal is, hogyha van egy bejelentés és kimegy, akkor ott úgymond néha küzdeni kell a gazdákkal, hogy a kutya tartás az nem megfelelő, és nem így kell kutyát tartani. Az állatvédők tehát mindent megtesznek azért, hogy a rossz tartási körülményeket elfeledtessék az állatokkal. Ezáltal ők is megtalálják a számukra megfelelő gazdijelöltet. Amennyiben Jackson, Nintáj vagy Dorna felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak, hiszen ők is megérdemlik a boldogságot egy új család keretében.